Ez az az út, ahonnan a munka végeztével a kombájnos megpróbált kikanyarodni járművével a főútra. A kombájn erre a főútra próbált kikanyarodni, amikor összeütközött a rabokat szállító gépjárművel. A rabszállítóban egyébként 4 elítélt és 3 kísérője tartózkodott. Ennek az emberek, mint az állat. Úgy tudjuk egyébként, hogy ezen az útszakaszon egyre többször fordul elő ehhez hasonló baleset. Az erre közlekedő autósok sokszor hagyják figyelmen kívül, hogy például aratás idején számítani kell arra, hogy a mezőgazdasági munkagépek is csak ezen az úton tudják megközelíteni a szántóföldeket. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A kombány vágólapjának ütközött a kisbusz. A kisbuszban 4 fő elítélt és 3 felügyelő tartózkodott a baleset idején. Összesen 4-en sérültek, a 3 felügyelőt és 1 elítéltet szállítottak a Székesfehérvári Szent György kórházba. A baleset helyszínelés és műszaki mentés idejére váltakozó irányból engedték a 7-es főút forgalmát. Az tehát, hogy melyik jármű vezetője hibázott, csak a rendőrségi vizsgálat után derül ki.